A következő néhány percben bemutatunk egy üzleti modellt, amelynek nincs konkurenciája és egyedülálló a világpiacon. Az a rendszer, amit most bemutatunk, nem hagyományos hálózati marketing, ahol a tagok mindösszesen néhány százaléka keres pénzt, de a többség soha nem keres egy fillért sem, hanem egy globális közösségi marketing, ahol a tagok 100%-a pénzt keres úgy, hogy nem kell eladnia semmit senkinek, és nem kell embereket behoznia az üzletbe. Ez egy igazi forradalom, egy totális paradigmaváltás. Hatalmas, gyors és drámai változások történnek ma a világban. A hagyományos pénzügyi rendszer rogyadozik. Nézzük csak a következő diagramot. A világban az USA-nak és az USA dollárnak központi szerepe van. 1913-ban 100 USA dollár értéke mára lecsökkent 1-2 dollárra. Drasztikusan romlik a hagyományos pénz értéke, az egész rendszer omladozik. Elképesztően növekszik az USA adósság állománya. Ez az összeg 2019-re már meghaladta a 22.000 milliárd dollárt, úgy, hogy az USA a világ első számú gazdasági nagyhatalma. Az előrejelzések szerint 10 éven belül legalább 1 milliárd ember fogja elveszíteni az állását. Viszont emellett vagyonok fognak keletkezni, de csak azok számára, akik időben felébrednek és követik a változásokat, amelyek egyben hatalmas lehetőséget is hoznak magukkal. Minden évtized hoz magával egy nagy lehetőséget. A 80-as évek hozta a számítógépes forradalmat, a 90-es évek hozta az internetet, majd jött az úgynevezett wellness forradalom. Azok, akik használták ezeket a lehetőségeket, gazdaggá váltak. Napjainkban egy újabb forradalom zajlik, egy digitális forradalom, amit úgy neveznek, hogy a blokklánc forradalom. A blokklánc technológia meg fogja változtatni az egész világot, és szinte mindent érinteni fog. Fontos megérteni, hogy a blokklánc piac nem egyenlő a kriptovaluta piaccal, hanem sokkal, de sokkal hatalmasabb. Lehet, hogy még nem is hallottál róla, de ez lesz a legnagyobb lehetőség, amit a világ valaha látott. Ugyanis ez nem egy iparágat érint, hanem jóformán az összeset. A Deutsche Bank jelentése szerint 2030-ra eltűnnek a hagyományos pénzek, és helyüket felváltják a digitális kriptopénzek. Emögött is a blokklánc technológia van. A bankoktól kezdve a világ legnagyobb cégei mind-mind sorban kezdenek blokkláncban gondolkodni. Nagyon gyorsan és radikálisan fog lezajlani az átalakulás. A blokklánc technológia és a digitális pénzek fogják uralni a világot. Ez egy sokkal szabadabb világ lesz. Az a kérdés, hogy csak nézzük ezt a folyamatot, vagy részt is veszünk benne, és profitálunk belőle. Ha még nem ismerős ez a szó, akkor keres rá az interneten a blockchain szóra, és már 170 millió találatot fogsz kapni. Az előrejelzések szerint 2027-re a blokklánc piac meg fogja haladni a világ GDP-jének 10%-át. Ez nagyjából 8000 milliárd dollár. Át fogja szőni a világ termelését, a kereskedelmet, a pénzügyi szektort, a biztonságtechnikát, a kommunikációs csatornákat, a logisztikát, az egészségügyet és szinte minden iparágat. Mit jelent egy 8000 milliárd dolláros piac? Itt egy néhány éves kimutatás az ismertebb piaci szereplők forgalmáról. A táplálék kiegészítő piac forgalma 32 milliárd dollár, ami hatalmasnak mondható. Emberek tömege lett belőle milliómos. Na de a 8000 milliárd dollárhoz képest elenyésző. És azon a 32 milliárd dolláros piacon 5-10 ezer cég osztozik. Itt hatalmas a konkurencia. A blockchain kapitál pedig jelenleg monopól helyzetben van egy olyan piacon, ami hamarosan a világ legnagyobbja lesz. A blockchain kapitál cég 2017-ben indult, és cégfüggetlen hivatalos elemzés szerint 2018 év végére már több mint 2 milliárd dollárt ért. A cég nem hálózatos cég, hanem egy blokkláncfejlesztő cég okos szerződéses háttérrel. És mi ezen cég segítségével tudunk profitálni a közelgő blokklánc forradalomból. A cég tagja az Enterprise Ethereum Alliance-nek, olyan cégekkel együtt, mint a Microsoft, vagy a JP Morgan, vagy az Intel. Ezt le tudod ellenőrizni a képen látható linken. Ide csak olyan cég kerülhet be, aki komoly szereplője a blokklánc iparnak, valós háttérrel és termékekkel rendelkezik. Nem csak egy vízióval, amiből vagy lesz valami, vagy sem, és amire begyűjtik az emberek pénzét. Nézzük meg röviden, milyen termékei vannak a cégnek. A fő termékük az úgynevezett VBT. A VBT az első olyan index token, amely a kriptopiac top 20 valutájának átlagértékét tükröző portfólió.
mindez okos szerződéses háttérrel az Ethereum blokkláncon. A program folyamatosan figyeli a piacot és 30 percenként frissíti azt, hogy melyik az aktuális top 20, és hogy az egyes valuták milyen százalékos arányban szerepeljenek a portfólióban. Ráadásul ez a portfólió teljesen likvid, azonnal eladható, hiszen nem a cég tárolja a pénzünket, hanem minden ember a saját kriptopénztárcájában tárolja azt. Gyakorlatilag nincs kockázat, hiszen a saját kriptopénztárcádban tárolod a befektetésedet, és akkor adod el, amikor akarod. Az okos szerződés 100%-os biztonságot és garanciát biztosít a számunkra. A VBT az első ilyen termék a világon. Most bemutatjuk, hogy milyen hatalmas lehetőség rejlik ebben. Ahogy a képen látható, 2012-ben, majd 2016-ban lezajlott az úgynevezett Bitcoin felezés. Az azt követő szakaszban vagyonokat lehetett keresni, olyan ütemben emelkedett az árfolyam. Nézzük a konkrét példát. Ha 2017. január 1-én befektettünk 2000 dollárt Bitcoinba, december 25-ére a profit 19.261 dollár lett, ami 960%-os nyereség. És most jön a lényeg, ha 2017. január 1-én befektettünk 2000 dollárt Bitcoin helyett a top 20 kriptovalutába, december 25-ére a profitunk 115.834 dollár lett, ez 5.750%-os nyereség, tehát 6-szorosa annak, ha csak Bitcoinba fektettünk volna. 2020-ban tehát hamarosan itt van a következő Bitcoin felezés. Ha a múltat nézzük, akkor újabb hatalmas lehetőség vár ránk. Mi lenne, ha rendelkezésünkre állna egy olyan úgynevezett index, amibe ha befektetnénk, akkor a pénzünk automatikusan a top 20 kriptovalutába kerülne? Anélkül, hogy nekünk stratégiát kellene kidolgoznunk, vagy folyamatosan a piacot figyelnünk. És ez az úgynevezett VBT, ami a Blockchain Capital cég első okos szerződéses terméke. Ez az első ilyen fejlesztés a világon. Mindent program végez helyettünk, ami 30 percenként átkalibrálja a portfóliónkat, ha szükséges. Folyamatosan figyeli a top 20 árfolyamát, és szabályozza a portfóliónkban a kriptopénzek összetételét és arányát. Nekünk nem kell piaci elemzéseket végezni, nem kell egész nap lesni és megtippelni az árfolyamok alakulását. Ez a program mindezt elvégzi helyettünk. Itt ki van zárva a hibafaktor, mert ki van véve belőle az emberi tényező. Erről szól a VBT és az okos szerződés. Minden termék, amit a cégtől vásárolunk, okos szerződéssel rendelkezik, és pontosan leinformálható a blokkláncon. Ez az a bizalomfaktor, amelyet egy hagyományos cég nem képes nyújtani. Tehát ez volt az úgynevezett VBT. A VBT-n kívül azt is megtehetjük, hogy befektetünk a cégbe. Konkrétan a cég részvényesévé válunk. Ebben az esetben minden évben osztalékot kapunk a cég eredményei után. Ezt nevezzük BCT-nek. Ez a részvény két évvel ezelőtt 1 dollárba került, ma 9 dollár, és két éven belül várhatólag eléri az 50-100 dolláros árfolyamot. A részvény nem csak osztalékot fizet minden év áprilisában, hanem a jövőben el is adható. A cég tulajdonosai nem kapnak fizetést, hanem részvénycsomaggal rendelkeznek. Nyilván abban érdekeltek, hogy jelentősen emelkedjen évről évre mind az osztalék, mind az árfolyam. Két tulajdonost emelnék ki. Az egyik tulajdonos Jevgenyi Arhipov, aki csapatával együtt jelenleg a világ legjobb blokklánc fejlesztője. Ő számos nagy dubai és más bank, köztük az Orosz Központi Bank blokklánc fejlesztője is, és többek között a svájci kormány blokklánc tanácsadója is. Fontos, hogy ő több projektben együttműködik Vitalik Buterinnel, aki az Ethereum feltalálója. Tulajdonképpen a Blockchain Capitalnál ezek az emberek nekünk dolgoznak. Gondolj bele, egy hamarosan 8000 milliárd dolláros üzletbe tudunk bekapcsolódni átlagemberként, úgy, hogy a világ legjobb blokklánc fejlesztői vannak mellettünk és mögöttünk. Ráadásul nem mostanában lesz a cégnek konkurenciája, hiszen jelenleg nagyon kevés csúcs színvonalú blokklánc fejlesztő szakember van a világon. Jevgenyinek viszont a Blockchain Capital egyik tulajdonosaként alapvető érdeke, hogy a cég komoly eredményeket érjen el, hiszen fizetést nem kap, hanem a cég eredményeiből részesül. Apropó Ethereum. Míg a hagyományos pénz értéke évről évre romlik, addig aki az elmúlt 5 évben csak évi 1000 dollárt, azaz összesen 5000 dollárt fektetett Ethereumbe, annak az 5. év végére 196 000 dollárja lett.
Ezek számok, és a számok makacs dolgok, nem lehet velük vitatkozni. Teljesen mindegy, hogy mit olvasol vagy hallasz a médiában, vagy okoskodó emberektől erről a piacról, mert ezek a tények. Ő pedig Husznulina Regina, aki szintén tulajdonos a cégben. Ő az európai igazgatója a Blockchain Kapitálnak. A lényeg, hogy ezekkel a vezetőkkel napi kapcsolatban vagyunk, és bárki találkozhat velük személyesen vagy online. Ez egy globális, közösségi marketing, ahol minden tag pénzt keres. És talán a legfontosabb, hogy a cégnél minden okos szerződéses háttérrel fut. Ha leszerződünk a céggel, az is. Ez lenyomozható, tiszta és megmásíthatatlan. Bármilyen kérdést feltehetsz közvetlenül a tulajdonosoknak, akár személyesen is. Ez óriási előnyt jelent a mai üzleti világban. Ebben a videóban nem beszéltünk az ajánlói licenszről. A következő videóból megtudhatod, hogyan profitálhatsz a blokklánc forradalomból a Blockchain Kapitál továbbajánlásával. Addig is köszönjük megtisztelő figyelmed!